A Testnevelési Egyetemen harmadik alkalommal rendezték meg a Hang a kosártábort, amelyre ezúttal a hazai kosárlabda akadémiák delegálhattak U16-os játékosokat. A Barcelona sérülés után lábadozó klasszisa a pályán ezúttal nem tudott ízelítőt adni tudásából, így a pályafutása során szerzett tapasztalataival igyekezett segíteni a fiatal kosarasokat. Az edzők között ott volt a nyíregyházi, jelenleg a bajnok és kupagyőztes Szolnoknál dolgozó Jakab Máté is. A 17 meghívott játékos egyike a nyíregyházi Bodnár Balázs volt, aki az U16-os csapat mellett szerepelt a bajnoki bronzérmet szerző U18-as együttesben is. Először is nagyon örültem, hogy részt vettem ebbe a táborba. Hát arra számítottam, hogy a Hang a nevéhez méltó tábort fognak rendezni. Szerintem ez így is volt. Rendkívül nemes edzők, magyar, illetve külföldi edzők is voltak. És amit vártam, azt szerintem meg is kaptam. Nagyon színvonalas edzések, jó társaság, és tényleg minden pozitív volt a táborban. Most főleg civilként ugye találkoztunk vele, de szerintem mindenki, minden játékos nézi őt a tévében, válogatottban. És hát nagyon nagy élmény volt vele találkozni, volt rá lehetőség, hogy egy kötetlen beszélgetés is volt vele. Kérdezhettünk tőle, tehát nagyon-nagyon jó, és tényleg pozitívan állt hozzánk, válaszolt a kérdéseinkre, nagyon hasznos dolgokat mondott, és tényleg megtiszteltetés volt vele az ő táborában lenni. Bodnár Balázs mellett három másik nyíregyházi fiatal kosarasnak is van nyári elfoglaltsága. Fazekas Csaba az U20-as, Sitku Márton az U18-as, Mukánszki Máté pedig az U18-as 3x3-as válogatottal készül a korosztályos Európa-bajnokságra. A Kék Cápák szakmai igazgatója szerint az ebben a korban szerzett élmények meghatározóak lehetnek egy fiatal kosaras életében. Úgy gondolom, hogy ez az időszak nagyon sokat segít egy ilyen játékosnak a karrierjében, nagyon sokat segít abban, hogy esetleg még jobban bekerüljön ebbe a körforgásba, és még jobban elkapja az érzés, vagy az a láz, ami szükséges ahhoz, hogy minél többet tegyen meg a kosárlabdáért. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ott vannak a srácok, bízom benne, hogy minél többen lesznek majd ott, és remélem, hogy nagyon jó teljesítményt is fognak nyújtani. Sitko Ernő elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a Nyíregyháza Bull Sharks is biztosít lehetőséget a fiataloknak arra, hogy fejleszék képességeiket. Július 23-ától egy héten keresztül a Kék Cápák edzői és felnőtt csapatának játékosai tartanak egy képzőtábort a Continental Arénában.